Nacionális Galériánál vagyunk, parancsolja, néznek. Itt is ugye a Westminsteri, a Duke Westminster Coco Chanel. Láttad is a Duke Westminsteri lámpaszám? Majd 2000 darabot csináltatott belőle. Ami még egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a Westminster, ugye az egy nagyon régi ősztár. Figyelj ide, az angol uralkodói család, azok nem angolok, azok németek. Tudod, ez a Coburg, nem tudom mi, milyen excess Coburg family. De, és ők nem ősi angol család, de a Westminster, ugye Duke of Westminster, az itt a legnagyobb vagyonnal bír, ugye, és kérlek szépen több mint 10 milliárd font értékben van vagyonuk ingatlanban, mindenben. Úgyhogy annan van a lovetta, és azért szeretett a kis kokó belőle. Hát tudjunkám, ez itt főfestett neked mindent, amit te akarol. De mondok neked egy másik nagyon érdekes sztorit. Hát most megnézed ezt a pupos teret, látod? Tehát Angilalinak, ugye az 1700-as években már lement a forradalom, vagy mi a hiszen ez a szabadságharca sörület, szlovettára volt szükségük. Na most ez nem fogod hallani, mert Icák Levi anyukám bezenél. Na és akkor lóvé kellett volna, de nem volt lóvé. Szóval akkor az amerikaiak ezt megneszelték, és azt mondták, hogy Dick, neked kéne lóvé? Igen, nagyon kéne lóvé, mondták az angolok. Hát azt mondják, érted? Egy pillanat alatt, hogy jó, hát mi adunk lóvét, de akkor azt szeretnénk, hogy egy szobrot állítsatok itt ezen a téren a George Washingtonnak. Annak a rebellisnek, annak a börtöntölteléknek, annak a forradalmának, aki miatt mink elveszítettük Amerikát. És mondták, hogy annak. Na, hát az angolok mondták, szó nem lehet róla, de aztán annyira kellett a lóvja angoloknak, hogy aztán azt mondták az angolok, amerikaiaknak, hogy jó, adjatok lóvét, meg kell a donation, egy pici szobrot fogunk nektek csinálni, de mivel Angliában nem állíthatunk nektek itt egy szobrot, mert akkor idegbe leszünk, ezt a földet itt, azt kinevezzük, hogy ez Amerika. És ez Virginiahoz tartozik, ez a fici földterület, és ti, mint amerikaiak, állíthattok egy szobrot George Washingtonnak, de akkor ti gondoskodtok még a gyepről is, úgyhogy ezt a gyepet Virginiából hozzák ide, tudod? Csak azért, és ez itt Virginia. Úgy nézél itt a Trafalgar Square-en, ez itt Virginia. Hát ennyi érdekes sztorit akartam neked elmesélni, és most rongyolunk be egy pillanat alatt, várja, Johnny várja valamit, vicatkozik, intézkedik. Ezt akartam elmondani, mert most be akarunk menni a Nacionális Galériába, ha lehet. Ha nem lehet, akkor idegbe leszünk. Egy pillanat alatt. Eljutottunk anyukám, olyan cselesen, érted, mint csoportok jöttünk mi be. És nézzük meg a Nacionális Galériába, hogy te miket láthatol az aszonkákon kívül. Lehet, érted, a Holbeintől a Leonardoi, a Van Dyckig, Michelangelo, Raffaello, Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh, Velázquez, Vizé Le Brun. Tudod, ki volt a Vizé Le Brun? Hát az a Vizé Le Brun. Kérlek szépen, ő festette meg, ugye, Marie Antoinette, 16. Lajost, Madame de Pompadour, speciál nem ő festette, hanem mindjárt mondom neked a nevét, tudod, a királynő szeretőit, Madame de Lambert ő festette meg, Madame de Polignacot ő festette meg, ugye, a Vigée Le Blanc, vagy mit, Le Brun, ahogy mondtam, és már itt vagyunk, nézd meg, Renaissance Master Relieved, anyukám, kultúra van, ugye. Na hát, ezt akartam neked mondani, ahogy az én Panzi barátnőm, ugye mondja, Panzi mama mindig is mondta, sőt, hivatalosan is elmondta, hogy be kéne fejezni a cöveszkedést. Visz minket a kultúra felé, egy pillanat alatt haladunk. Már is mondom, hogy hol vagyunk. Hát millió az, hogy anyukám, mondanom se kell, hogy a National Gallery. The Madame and Rosary, very famous. Oh, is it? Very famous, Cézanne. Is Cézanne? Poor Cézanne. The old woman with the rosary. Oh. Old woman with the rosary. Pizarro. Camille Pizarrot nagyon cipáljuk, ugye azt már te tudod nagyon jól. Ez is végig Pizarro. George Surratt, optical mixture. Okay, let me check. Paul Cézanne is well, it's Paul Cézanne. Les Français, I think you can. Ez a point. Optical mixture. It's beautiful, it's a pointless picture. Ez az ordít a csöpszég, mondanom se kell, nézd meg.
Ugye ez egy szöra, ugye Zsor szörának egy képét láthatod. Nem annyira pointista, mint gondoltam, de ez igen. Ezt, ha megnézed, ugye szörának egy ilyen pointista képét, ezek ilyen pöttyökből nök ki össze az egész. Tehát abból lesz a kép. This is well, bár szerintem ez egy Camille Pissarro kép, csak nem tudom eldönteni, érted a kiírásból, de szerintem ez Pissarro. Te tovább kulturálódsz? Ah, oh, Van Gogh. What is your favorite, yeah, right? Because you have a Dutch blood. Yes. In your body. I have lots of Dutch sailors. Oh, really? Well, lovely to know, sweetheart. Lovely to know. Már jövök tovább egy pillanat alatt, érted? Ari Matisse-nak egy képét is kilökték ide a Nemzeti Galériába, és itt nem más látható, mint Edgar Degas-nak egy képét, ahol kifészülök az asszonkának a haját, ugye a La Coiffeur a címe, vagyis Combing the Hair 1896-ból. De még nincs vége a kiállításnak, nem is fogom fölvenni neked az egészet, anyád úristenét, ne rúgjál rám kettőt, mert megőrülünk, megvadulunk, annyi van, érted? De ezek olyan mesterművek, amiket neked látnod kell, ugye? Mondanom se kell, nézd meg, Faihl, és ugye azok a képek, amiket ott látol, ugye a Kani kamerájában tudom megmutatni ezt a széket, ugye ez a Csicska Van Goghnak a képe, és ez a bizonyos szíze is ugye az a híres Van Gogh, csak nem férünk oda, mert ott millió az ügy, mindenki Van Gogh-ol, érted? Te is be vagy Van Gogh-olva, mondanom se kell. Inkább csináljunk meg ugye egy Picasso-t, egy Pablo Picasso-t itt, ugye? De itt is egy pap, figyelj, ezek így öntötték magukból ezeket a képeket. Egészen fantasztikus, ez egy nagyon híres képe, ugye, Van Goghnak, ezt te ismered. Van Gogh, ezt Attila is, jó magam is. Akkor itt vagyok én, ugye, az úgynevezett Sunflower, ezt Attila, ugye. Ez itt ugye a krabok is, ugye, a Two Crabs is, ugye, egy nagyon jó kis Vincent Van Gogh, ugye, hát. És akkor van ez a bizonyos szék, amikor innen akarok menni, akkor mondjam. Ki kell lögdösznöm magam elől néhány bámészkodót, úgyhogy azok meg elég furcsán néznek rám, de én úgy, ahogy van, kilugdoztam magam elől. John Russell-nek a képét láthatod, Les Terrasses de Monte Cassino. Ja, ez nem, hogy ez a, de ez a teraszok Monte Cassino. Ez már egy másik festmény. John Russell itt van velünk. Tell me, my dear, are you... One of the most famous pictures in history is Henri Rousseau. It's the Indian tiger. It doesn't know it's been shot over lightning. It's the most beautiful picture over there. Let me check. Look, it's Claude Monet. It's Claude Monet. Azt mondja, hát hallottam, a Tigerben vagyunk, Claude Monetben vagyunk. Ez egy nagyon híres. Most ide átlöktek minket. Úgy látom, hogy Johnny az impressionista festészetér van oda. De egyébként ez is egy Claude Monet, ugye ezt láthatod az Orangerie-be, ha jól emlékszem, az Orangerie-be, ugye abban a teremben, ahol a liliumok vannak, de ugye az a bizonyos Le Tigre. If you look at it, it has watermarks of rain. But is that Monet? Is it Monet? It's Henri Rousseau. It's Henri Rousseau, but oui. But look at the rain. Look. The rain, look, yes, it's beautiful. Yeah, it's Henri, the style is very Henri Rousseau. It is Henri Rousseau, it's typical French. Yeah, it's typical impressionist. Várjál, most lefotózom neked, olyan magyarázásban vagyok, hogy megőrizek, így is elhoztalak téged. Te, a Cillatus elhozza mindenhova követőt, rajongot, mert cipálja, betiszteli, böböcsüli. Ennek a stílusát, ezt meg kéne, hogy ismerjed, ez egy Auguste Renoir-nak egy képe. Ugye? És ha jól tudom, akkor ez egy Paul Cézanne. Paul Cézanne, és az asszonyka fejét, ha kivenné onnan, akkor viszont egy Auguste Renoir-t látnál ismételt. De ugye a szegény asszonyka nekivette a kis fejét, tegyen meg a szívét. A duruzsoláson megtette a hatását. És ugye itt Claude Monet láthatod. Jól összeválogatták egyébként a National Gallery-be. És ha azt megnézed, innen a távolról megmerem jószolni neked, hogy ez egy Gustav Klimt kép, amit úgy belöktek a sarokba, hogy legyen már valami a sarokba. Hát ugye ez Claude Monet, ezt te pontosan ismered, de azért azt mondjam, hogy le kell fotózni előtte, mégiscsak a híd előtt áll. Jó pofa vagy.
És akkor ugye, hát ahogy nem is tévedtem, ugye Gustav Klimt, aki ezen a festményén magát, Herminát festette meg 1904-ben, érted? És ça aussi de Claude Monet, en hiver, ça c'est en hiver. És akkor itt tovább tudjuk folytatni magát a kiállítást, ami még egy nagyon fontos információ, ugye, amit neked már egyszer elmondtam, hogy te itten nem fizetel, etel, nem fizetel, érted? Ezek a National Gallery, ez teljesen ingyenes, és azért ingyenes, mert azt mondta, ugye a Royal Family, és azt mondták a angolok, hogy a művészet minden angol polgárnak jár, a művelődés, és ez nem kerülhet pénzbe, és ezt az államnak biztosítania kell a kultúrát, érted anyám, meg kultúra van. Ahogy ezt mondta ugye a Panzi barátnőm, ugyanezt mondták az angolok is, hogy be kéne fejezni a csöveskedést, és szerintem azt a kanitit megnézem, azt szerintem egy Henri Rousseau kép, ez csak így amennyire vannak, valamennyi ismeretem van, akkor természetesen nem tévedtem, mert ez maga egy Henri Rousseau, ugye, ott van Henri Rousseau, és ez a képe pedig ugye a portré Joseph Brummer, ez egy híres ember volt, ugye Joseph Brummer, most már nem emlékszem, hogy ki volt, de azt mondom, hogy halálhíres. Halálhíres. Neki is mondták, hogy be kéne fejezni a csöveskedést, csak nem ismerte az én drága Panzi mamámat, ugye, ezért nem tudta befejezni a csöveskedést. És már át is mentünk ugye a 18. századba, már mi a 18. századba vagyunk, itt most már nem tudunk olyan popos neveket mondani, mert ugye az impressionisták nagy divat volt, bár szerintem ez egy Reynolds kép lehet, bár ezt meg nem mondom neked, követőnek, rajongónak, érted? És akkor ugye, júj, anyukám, hogy cipálod a lovakat, akkor mutatok neked lovakat, nézd meg. Ez például a Graham gyerekek. Mondjuk a kiskutyával ide, te nem jutol be, de mindenhova máshova. Érted? Néznek, szelyem tapéta van mindenhol. Úgyhogy most nem fogom neked az egészet végigmutatni, drága követő rajongó. Ennyit tudtam neked csipantani ebből az egészből. Remélem, hogy elégedett vagyol. És már itt vagyunk a 18. századnál, ugye ez? 1783, ez már 18. század. Jacques Cazot. Probably, he's not sure. Azt írják, hogy Jacques Cazot probably, hogy ő festette a képet. Ők maguk se biztosak ebbe. A keret az viszont jó néz ki. Tehát a követő rajongó betisztelve, bebecsülve tégedet, befejezem a vakert, mert tovább élvezem magát a kiállítást, ahogy Muszorszkinak ugye a zeneműve is mondja, egy kiállítás képei, nem tudom, hogy szereted-e az orosz zenét, én nagyon cipálom Csajkovszkitól Muszorszkiig mindenkit, betisztelek, böböcsülök. Anyukámat olyan múzeum vagyok, de nézek, én is elfáradtam, na de ő teljesen elfáradt, tehát hogy ő nem simán elfáradt, hanem be is feludt, azt mondta, hogy Jézusom, ez az európai művészet, ez nem lehet kivélni, tehát egészen arra vagyok, és már így eldölt. Figyelj, hogy itt azóta is, hogy anyukám agykontrollós, alfába került az asszonka. Igen, alfába került. Úgy látom, hogy egy háromai technikával keresi, hogy hol van most. Hát most ebben nem tudok segíteni. A legjobb szándékkal se. Nézzen, csicskaló álltam mögött, ez ugye ládogál. Na úgyhogy, Szaramarító útjára engedtem, elszabadult, érted, mint egy hajóágyú. És valahol itt van a múzeumban, én meg keresem. Felébresztette a barátnője, nem. Őt ezt nem lehet fölkelteni, őt ezt föl nem ébresztett. Őt a Csingyánkping alszik, mint a tej. Csingyánkping, mint a tej. Most ha megnézed, még ennyit akartam mondani, nem akarok már képekkel felhasználni, hogy tehát ő például eljött ide, és ezt a festményt, ugye ezt a bizonyos lovat, tudom vele, hogy ő lerajzolja. És az én dédapapám, az körülbelül ugyanebben volt, látod? Hogy nagyon jó barátja volt ugye a Modigliani-nak, és azt hiszem a Modigliani, nem tudom, azt olvastam egy kis füzetet a dédnagyapám párizsi csatrangolásairól, ahol az volt, hogy elküldték őt, hogy igenis menjen el a Musée du Louvre-ba, és nézze meg a klasszikusokat, és azokat rajzolja le, és akkor azt mondta, hogy gyakori lustasága megint elhatalmasodott rajtam, azt lentette, hogy adjál már cicska képekkel, hogy barangolok itt a Louvre-ról, mint a üje, érted?
Nem kell ez nekem. Nem kell. Nem. Érted? De ez imenetem. Most amit még érdemes megfigyelned, hogy ha nem is az összes képet, itt nem annyira, de legtöbb képet, még ezeket a nagyméretűeket is, egy úgynevezett múzeumi üveglap alá helyezik, aminek az az érdekes, hogy nem tükröződik, de védi a képet az állatoktól. Tudják, hogy is múzeumban nem voltunk. Hát a másik, ami nagyon fontos, amikor itt körbenézel, meg megnézed ezt az országot, meg ezt a várost, ezt a Londiniumot, ez egy birodalom fővárosa. Ez egy világbirodalom fővárosa. Millió évekig lopkodták össze, érted a dolgokat. És ezért van itt ennyi. Úgyhogy ezért ezt sose felejtsd el, hogy ne hasonlítsd, érted? Mi is egy kis birodalom voltunk, az osztrák-magyar monarchia, tehát közel nem egy ilyen óriási birodalom. Bár ugye a Habsburgok is voltak a világ urai, amikor még a spanyol korona is ugye Habsburg volt, ugye az örökösödési háború előtt, akkor azért ott is ugye az egész új világot ugye uralták a Habsburgok, de Angela Lee, érted? És a Nagy-Britannia az egy világbirodalomnak a központja. Tehát ezért van az, hogy London, érted? Nem tudom én, 10 millió lakosa van, és még nem tudom, hogy egy pár adatot mondok, most itt nem jut eszembe anyukám, mert most nem Cilla-Túzba vagyok, anyád úristenit, hanem mibe vagyok? Ja, Cilla-Kultúrba vagyok. Azt nézek, ez itt szembe. Így megmondom neked, így befordulva megismerem az öreget. Ez maga is eljön. De pillanat alatt oda is megyünk, és meg is tudjuk ezt nézni. És akkor majd tetszik a kultúrba valami. Kardinál de Richelieu, Philippe de Champagne-nak a képe. Ő egyébként polgári sorból származott, Richelieu, és nagyon nagyra vitte. Nagyon popos volt. Anyukám leuralt mindenkit. French painting, azt mondja, 17. század, érted? Látod? És a helyszínek volt egyébként, Andor Trisnak volt a szeretője. Előtte ne tudja. Érted? És azt mondja, Bordereau Viang. Nézd meg, anyukám, milyen paplan szája van a kaninak, jó pofa vagy. Bocsász, meg nem akarlak feltartani, most mondtam, hogy kultúrának taga. Ez a kép, ez fantasztikus. Hát maga ez az egész terem óriási, de elképesztő. Szóval, amit ahogy mondtam az imént neked, várjam, most menjünk át tovább a spanyol festészetet. Szóval, hogy hát egyrészt ugye, amikor valaki tényleg a globális felmelegedést miatt azt gondolja, hogy akkor le kell önteni egy bödön festékkel mondjuk egy Velázquez-t, érted? Vagy azért, mert levágtak egy csirkét és ő állatvédő, vagy vegán, vagy azért, mert nem tudom én, szörme tüntet ellenes tüntetésben van, és azért úgy érzi, hogy egy mondjuk egy elgrékót azt mondjuk neki meg kell karisztolnia, vagy le kell köpködnie, vagy meg kell vágdosni egy pengével. Hát, minden gonoszság nélkül azt mondom, hogy egy 10 év fegyház, és akkor úgy elgondolkodik, hogy érdemes volt-e Diego Velázqueznek a Kitchen with Chris in the House of Martha című képét szétgrimbolnia. De látod, most ez is már egy bizonyos, úgynevezett speciális múzeum üveg alatt van, és azért nem csillog be jobbra-balra. És ugye ez előfordul már csak azért is, mert ugye ebben a városban, ahogy mondtam neked, na anyukám, ez egy Habsburg. Nézzek, megmondom neked a hülye fejéről, méghozzá egy spanyol Habsburg. Nézd, várjál, majd azt mondom, az ilyen Philip Foz. Én látod, negyedik fölött Diego Velázqueznek a képe, persze egy Habsburg. Szóval, hogy az így is kell védeni ezeket a képeket, szóval ez nincs üveg alatt, de az már igen. Érted? Ribérának egy képe, mert ez meg az anyja Velázquez, mert kérlek szeretettel, és ez egy Velázquez, évente több mint 27 millió turista látogat el az angol fővárosba, 27 millió turista ide jön, ez a Golden Age, the Spanish Golden Age-be vagyunk, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy Európában a legtöbb egyetem itt található, Angliában, Londonban, azon belül több mint 43 egyetem van Londonban. Tehát, hogy például az, annak jelölte, hogy a 2020-ban lépnek ki, ugye akkor van a Bretix. Nem, Taréka is nagyon sajnált egy videóban, nagyon sajnálom a Bretix-eseket.
ide jött mindenki tanulni. Tehát Magyarországról ugye ez lett az óriási desztináció, minden diák ide jött Angliába, 43 egyetem volt, jöttek, tanultak, művelődtek, nézd meg, Vincenzo Catenát láthatod itt ezen a képen, hogy itt a tő festette a képet, vagy nem tudom, valamelyik, adjál már, fárasztott engemet. És most ez már sajnos megszűnt, ugye. Ugye megszűnt ez, mi, hogy a diákok ide tudnak jönni, úgyhogy most már a legtöbben Hollandiába mennek, úgyhogy az lett egy ilyen diák paradise, ahol angol nyelven tudnak tanulni, mert ugye ez volt a cél, hogy a... Na ez melyik pápa? Azt mondja, hogy... Porteré, of Fra Teodor, of Urbino, a Szent Dominik, 1510-ben. Nézd már, tehát akkor nagyon, hát ez a 16. század, anyukám, ez be volt vallásosodva. Nézd meg, Madonna of the Middle. Látod? A Madonna of the Middle. Circus Cisus. Minden van, painting reneszánsz. Ja, ez a velencei reneszánsz terembe vagy most. Halál jól néz ki. Na, hát a követő, azt gondoltam, hogy ennyit elárulok neked. Most meg megnézheted, hogy mit akar a szőlőlevél itt szemközt. Hogy téged ott az érdekel, na most már teljes középkorban vagyunk. A szőlőlevél, hát mit akarna anyukám, egy 20 kardot, meg a cunyáját. Hát most mit akarna? Mit gondolta? Hát nem tudom elhúzni, jó pofa vagy. Hát üzd meg a szád. Ő nem egy modellalkat, legalábbis ő egy 15. századi, vagy 16. századi modellalkat típus. Az egy testvéreim is boldogak, a fiú nem érti, hogy miért van ott ez a szőlőlevél, mert ő nem tenni oda. Neki nem takar sokat, ugye, azt kell tudnod. És azért neki úgy érzi, hogy nem kell. Ja, ő is a helyemen dolgozik, oda néz. Na most, ami még érdekes, hogy hagynak élni általában a múzeumi teremődők, azt mondja, hogy a Yves Saint Laurent. Kérlek szépen, ez a terem, a Yves Saint Laurent terem. Come on, ez mi van itt? Hogy ez kodász, vagy mi van itt? Aha, New Year's Rubens, ez gyönyörű. Látod, ez milyen szép ez a kép. New Year's is egy Rubens. 16. századi remek. 1577-től 1640-ig alkotott az öreg Rubens. Ez is egy, nézd meg, ez is egy Peter Paul Rubens. Németalföldi fisztű művész. És ez a Judgment on Paris, ugye? A Párizs elítélése, ugye? A judgmentja. Nézd meg ezt, milyen gyönyörű. Anyuk, ez egy Rubens. Ezt a cipálni fogod. Jó, ezt én most be is fotózom követelnek rajongónak. Hogy ne legyél úgymond idegbe. Ezt is nézd meg, ez a kép pedig nem más, mint Minerva Protect. Pearl from Mars, anyukám. Minervának a megvédése Marstól. Látod? Meg kell lenni, és ezt nézd meg. Ezt nézd meg, milyen csodálatos a kép. Szállok. Hát ezeket befotózom, és kilököm neked. Ott állnak a római katonák, látod kint? Itt van benn Krisztus, ugye? Egészen másról van szó, mondom, te se Krisztus, se személyenyukám, ezt mindjárt mondom neked, hogy Samson and Delilah. Arról van szó, hogy a Samson and Delilah, úgyhogy fogalmam sincs, ki kell lakott, egyet megkérdezni, és nézzük, hogy milyen jól világít a gyertya. Egészen fantasztikus volt ez a Rubens, anya úristen, mindjárt mutatom neked, hogy itt mi van. Nézzük össze, ő is jól van egyébként. Rubens Interpretation of the Old Testament Story. Ah, jó, nem, jó, Samson Nazareth. Ja, jó, akkor annyit nem tévedtem, bocsász meg. Fölé lett akkor a nem pillanat alatt. Tartó vonal a követő rajongolát a hátam mögött a Rubens. Hát most figyelj le, a következő tanácsot tudom neked adni. Olyan hatalmas nagy ez a gyűjtemény, hogy ezt nem tudod befogadni. Hidd nekem, ami nagyon nagy, ezt nem tudod befogadni. Én sem senki szeret, de nagyon nagyot nem tudod befogadni. Próbálkozó szeretnéd, de aztán feladod. Érted? Nem is ez a lényeg. Malac vagy. Az a lényeg, hogyha eljössz megnézni a Nemzeti Galériát, a National Gallery-t,
Angéla Liba, akkor találd ki, hogy mit akarsz pontosan megnézni. 15. századot, impressionistákat, 18. századot, 12. nem tudom, ki kell találnod, és akkor arra tudsz fókuszálni. Apránként be tudod fogadni még a nagyot is, de egyszerre. Csak nagyképű vagy, azt hiszed, hogy menni fog, nem fog menni. Úgyhogy gyere el, és a másik, amit tudnod kell, hogy ez ingyenes, amit már mondtam neked, ismétlem, free-be jövölte be.